Fekete Sándor vádolt bűnös a BTK 236. paragrafus első bekezdésével ütközött vittes állapotban elkövetett járművezetés vétségével. Ezért őt a bíróság 140 óra közérdekű munkabüntetésre és 2 év 5 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A közérdekű munkabüntetés könnyű fizikai munkakörben kell végrehajtani. A közérdekű munkabüntetést a vádolt hetente legalább egy napon, a heti pihenőnapon vagy a szabadidejében díjazás nélkül köteles elvégezni. Ha a vádolt a munkakötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, a közérdekű munkát vagy annak hátra levő részét 4 óránként kell egy-egy napi szabadságvesztésre átváltoztatni. A bíróság a járművezetéstől eltiltás tartalmával 2014. február 11. napjától eltelt időt beszámítja. A bíróság a nyomozás során lefoglal, és a budapesti rendőrfőkapitányság 12. kerületi rendőrkapitányságát a T-kötőjel 176/2014-es számú bűnjegyzék egyes téte alatti DVD-lemezt az iratok között rendeli kezelni. Kötelező bírósága vádoltak 77.786 forint bűnügyi költség megfizetésére.